Uram, ne büntess haragodban. Felindulásodban ne sújts engem. Könyörülj rajtam, Uram, mert elernyedtem. Minden csontom remeg, gyógyíts meg, Uram. A lelkem is mélyen megrendült, és Te, Uram, még meddig késel? Fordulj felém, Uram, ments meg, szabadíts meg, mert Te irgalmas vagy. A holtak közt nincs, aki rólad emlékezzék. A holtak országában kidicsőít Téged. Elfáradtam a sóhajtozásban. Éjjelente könnyekkel áztatom ágyamat, könnyeimmel öntözöm fekvőhelyemet. Szemem a bánattól elhomályosult, sok ellenségem miatt őszülök. Ti gonosztevők, távozzatok tőlem. Hangos sírásomat az Úr meghallotta. Meghallgatta az Úr könyörgésemet, és imádságomat elfogadta. Megzavarodva piruljanak ellenségeim, és nagy szégyenükben futva meneküljenek. A nagybőti időszak utolsó szakaszához érkezünk el. Liturgikusan a következő hét, az már nagy hét liturgiájára fókuszál. Népiesen ezt a hetet, ami a mai vasárnappal kezdődik, fekete hétnek is nevezzük, fekete vasárnap, hiszen letakarjuk a templomainkban lévő feszületeket lepellel, illetve vannak vidékek, ahol a képeket is. Az egyház ősi hagyománya, hogy a nagybőti időszak alatt a zsoltárokat imádkozza. Hét bűnbánati zsoltár van. Ezen a héten arra hívom a kedves testvéreket, hogy együtt elmélkedjünk arról a hét bűnbánati zsoltárról, amelyet az egyház nekünk ajándékoz. Egy olyan időszakot élünk, amely nyomatékosan erre a bűnbánati hangulatra késztet bennünket. Fekete hétnek nevezzük, bűnbánati zsoltárokat imádkozunk. Egy kicsit mi modern emberek úgy vagyunk, hogy szeretjük hangoztatni azt, hogy úgy tudunk imádkozni, ahogyan a hangulatunk éppen késztet vagy irányít bennünket. A zsoltárokkal ez nem így van. Míg az egyéni imádságomban a hangulatom határozza meg azt, hogy mi az imádságom témája, addig a zsoltár imádkozással ez nem így van. Hiszen a zsoltár egy adott, kötött imaforma. Egyfajta engedelmességet kér tőlem, imádkozótól, hogy alkalmazkodjak. Milyen szép dolog a nagybőti időben, ha megtanulunk engedelmeskedni az egyház hívásának, a zsoltár szavának. Az érzéseinkre szoktunk hagyatkozni, amikor imádkozunk. Most, amikor a zsoltárokkal, a kötött imával imádkozunk, akkor nem annyira az érzéseinkhez igazítjuk az imát, hanem az érzéseinket, a belső világunkat akarjuk a zsoltár gondolataihoz, érzéseihez igazítani. Azt is mondhatjuk, hogy a zsoltárok az imádság mintái, mert néha felemelnek, néha pedig a mélybe visznek, és ezzel nincsen semmi baj. A liturgiánk, a szentmisénk tanít arra, hogy igenis nagy szerepe van annak, hogy valami kötött, megszabályozott. Amikor a zsoltárokat imádkozzuk, különösen akik a zsolozsmát imádkozzák, akkor Krisztus imájába kapcsolódnak bele, Krisztus imájába hallgatunk bele. Az egyház imádsága ez. Ezért arra biztatom a kedves imádkozót, hogy ezen a héten együtt elmélkedjük végig
a bűnbánati zsoltárokat. És a mai napon, vasárnap, amikor Lázár feltámasztását olvassuk az evangéliumban, különös hasonlatot találunk a hatodik zsoltárral. Nagy párhuzamok vannak. Az Úr Jézus feltámasztja az ő barátját, Lázárt. A zsoltárban pedig Isten megvigasztal bennünket, akik igenis tudjuk, hogy bűneink nyomasztanak és lehúznak. Más dolog a bűntudat, és más dolog a bűnbánat. Akinek csupán bűntudata van, az valahol megrekedt, és évekig lehet így maradni. A zsoltár a bűnbánatra hív. A bűnbánat az mindig előrelépés. Kilépek a szorult helyzetemből Isten segítségével, akitől elszakadtam, de akinek a kezét felém nyújtva látom, és el tudok indulni. Egy kicsit beborul az ég akkor, amikor elszakadunk Istentől, amikor bűnt követünk el. Mint aki elkésik valahonnan, mint aki várakozik valamire. Igen, a halál tapasztalata a bűn. Úgy, ahogyan Lázárnak a tapasztalata volt a sírban fekvés. Megengedhetjük magunknak tehát egy kicsit a mai napon, hogy Lázár tapasztalatát a hatodik zsoltár szavaival átéljük. És van az a pont, ahonnan nem lehet emberileg felállni. A zsoltár 9. verse a következőképpen fogalmaz. Az Úr meghallgatta szavamat. Meghallgatta a szavamat. Isten nem hagy cserben. Ezért a bűnbánati zsoltár mindig a reményről is szól. Visszakapom az életkedvem, helyre billen az életem, de egyedül nem vagyok erre képes. A mai világ azt mondja, hogy mindenre képes vagy, de nem vagy képes magadat kihúzni a hajattól fogva a sárból. Ahhoz, hogy felkelj, szükség van valakire, és Isten ott áll melletted. Isten az, aki fel fog emelni. Sírtelen kitisztul az ég. Megélsz egy ima katarzist, ima élményt, amelyet nem te találtál ki, hanem a zsoltár vezetett. Nem mi csináljuk az imát. Az ima olyan, mint egy tánc, és erre tanít meg a zsoltár, a hatodik zsoltár is. Vannak lépések, Isten lépései is, vannak az én lépéseim. És a kettőt, ha összehangoljuk, akkor megtörténik a megtérés. Egy picit a Szentmisének a nagy eseményére is fókuszálhatunk a zsoltár által. Amikor az oltára helyezzük a kenyeret, amely a verejtékes munkának a gyümölcse, egyben a saját életünket is a kenyér szimbólumban oda helyezzük. És mi történik? Átváltozik a kenyér Krisztus testévé. Átváltozik az életünk megszentelt életté. A zsoltár a Szentmisében való megéléseinket erősíti. Ernst Hemingwaynek a Világ fővárosa című novella kötetében van egy rövid kis novella, amelynek a címe Pászó. Madridban zajlik a történet, egy fiú összeveszik az édesapjával. Olyannyira, hogy elköltözik otthonról. Az édesapja mindent megpróbál, hogy a fiát jobb belátásra térítse, hogy otthon tartsa, de lehetetlen. Végső elkeseredésében, amiután a fiú elment otthonról, az apa a madridi újságba egy hirdetést ad fel a következő szöveggel. Kedves fiam Pászó, mindent megbocsájtok neked. Találkozzunk holnap a szerkesztőség előtt. És másnap a szerkesztőség előtt 800 Pászó nevezetű fiatal ember várta az édesapját, hogy elfogadja a megbocsájtását. Igen, szükségünk van a megtérésre, a megbocsájtásra, és a hatodik zsoltár ezt kínálja fel számunkra. A nap feladata, ma idézzük fel Isten megmentő hatalmát az életünkben.
A zsidók, amikor imádkoznak, emlékeztetőül a karjukra bőrszíjakat csavarnak, a fejükre pedig a Tóra egy meghatározott szövegét illesztik. Így kellene mi is emlékeznünk arra, hogy Isten hogyan bocsájtott meg a múltban. A mai napon idézzük fel Isten megbocsájtó szeretetét, amelyet oly sokszor tapasztaltuk. Így olvassuk ezen a vasárnapon többször imádkozva ezt a zsoltárt, a 6. zsoltárt, Isten bocsánatát, irgalmát a szívünkbe fogadva.